Negyedik fejezet Miért bevitték a Brad Kasteri királyi klinikára? Letolták neki a gumicsövet, ki is hányt mindent, de továbbra is eszméletlen maradt. Egy fiatal szemüveges fekete hajú doktor jött be abba az előcsarnok félébe, ahol vártam, a haja csillogott a rengeteg brillantintól, és felhívta a klinika egy másik osztályát, mondván, hogy felvettek egy barbár, vagy barbiturátos, vagy valami ilyen nevű csúnya mérgezési esetet, aztán mindenfélét kérdeztek mértéről, meg hogy hol vannak a tabletták, amikkel ki akarta készíteni magát. Otthon, mondtam én, amivel persze nem sokra mentek, aztán eszembe jutott, hogy értesíteni kéne Michael-t, Mértől férjét. Michaelnek és Mirtőlnek nem volt telefonja, de éppen a sarkon volt a rendőrőrszoba, úgyhogy felhívták az őrszobát, és megkérték őket, hogy küldjenek át egy rendőrt, aki megmondja Michaelnek, hogy Mirtől kórházban van, de igyekezzen tapintatosan közölni a rossz hírt. Aztán megkérdeztem, hogy rendőrségi ügy lesz-e belőle, mert eszembe jutott, hogy az öngyilkossági kísérlet bűncselekmény. De azt mondták, nem. Túlságosan is sok az öngyilkossági kísérlet manapság, és a rendőrök térdig koptatnák a lábukat, ha mindegyiknek utána akarnának járni, és különben is. Sokkal fontosabb ügyekkel kell foglalkozniok, például a bűnöző bandákkal, akik nem akarnak meghalni. Egyáltalán nem. Sőt, éppen ellenkezőleg. Michael elég hamar megérkezett. Úgy rohant, hogy a tévéjátékokban rohannak a férfiak a feleségükhöz a kórházba, akit éppen akkor vittek be. Nagyon jó képű akart lenni, és az is volt. Csak éppen amilyen kövérkés, pohány módon jó képű. A feleségem az én szegény, drága feleségem, ja Istenem, hol van? Kiáltozta, mintha a karosszék színház sorozatban szerepelne. De azt mondták, nem engedik be Mirtőlhez, csak másnap reggel, amikor remélik, hogy magához tér és szeretnének elbeszélgetni vele, és már a szigorú pillantásukból is látszott, hogy az egészet Michaelra akarják kenni. Mielőtt elvitték, Michael nekem támadt, és Howardnak is neki támadt volna, ha ott van. És én továbbra is csak azt mondtam, ott kellett volna lennie hogy milyen jogon engedtük meg Mirtőlnek, hogy ilyesmit csináljon. Otthon soha nem tett ilyet, és mégis csak furcsa, hogy éppen akkor próbálkozik vele, amikor nálunk van, biztos mi izgattuk fel, és így tovább. Nagyon szerettem volna, ha Howard ott helyben jól képen törli, amiért ilyeneket mond. De Hávárd cserben hagyott. Nem jött velem. Így aztán én mentem neki Michaelnek, és alaposan megmondtam neki a magamét. Persze jó nagy lármát csaptunk, ránk is szóltak, hogy fogjuk be a szánkat. Felhúztam az orromat. Eljöttem a klinikáról. Buszra szálltam is, azonnal hazamentem, majd szétvetett a méreg. Hogy rövidre fogjam. Bár persze miértől éppen azt szerette volna, ha ez a történet róla, és nem róla, meg Howardról szól. Néhány nappal később mértőlt kiengedték a kórházból, kutya baja lett. A pszichiáter a lelkére beszélt, meg Michaelnak is, és megint csak úgy csöpögtek a szerelemtől. Nem soká tartott a békesség, és kezdték előről, bár nem hiszem, hogy mértől valaha is újra próbálkozott volna az öngyilkossági húzással. Először is a tabletták eltűntek. Isten tudja hová, meg aztán miértől lakásában nem volt gáz. És ahhoz gyáva lett volna, hogy felvágja az erejét Michael borotva pengéivel. Arról nem is szólva, hogy Michael villany borotvát használt. És én pontosan tudom, hogy orvos orvosa többé nem ért fel neki altatót, még akkor se, ha megbolondult az álmatlanságtól, vagy legalábbis nem olyan sokat, mint amennyit előzőleg ért fel neki. Ami nagy meggondolatlanság volt tőle, és azt hiszem, ezt tudta is. Bár én azt hiszem, valójában az történt, hogy hiba csúszott a receptbe. Talán egy nullával több került rá, mint szabad lett volna, vagy valami ilyesmi. Mindegy, most már folytatnom kell a rólam és Hávádról szóló történetet. Szegény Miss Spencer az iskolában kiavított volna. A Havardról és rólam szóló történetet. Havár esténként a könyveit bújta, és néha a könyvtárban olvasta azokat a nagy könyveket, amelyeket nem kölcsönöztek ki. Odahaza fantasztikus volt őt figyelni. Kinyitott egy oldalt, ami tele volt adatokkal, meg dátumokkal is. Egyszerűen lefényképezte. Kitkatt! És az ember tudta, hogy kész a fotó de arra is talált időt, hogy pihenjen. Valójában nagyon biztos volt az esélyeit illetően a vetélkedőben is, csak én lettem napról napra izgatottabb. Az egyik este a BBC-n volt egy műsor filmekről, meg Hollywoodról. Körülvezettek bennünket Miss Rainwaters isteni házában a Sunset Boulevardon. Róla már beszéltem. Az a nagy barnára lesült, nagy mellű sztár, talán igazából helyes lány de nem lehetett szeretni, mert olyan hülyén kuncogott, amikor folyton azt mondta, Vili, meg na 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 na, meg Vili, e, hogy ez az ábra? <hihihi> az ember azt hinné, mondta viccesen, ahogy körbevezette a BBC riporterét a mesés házában, hogy tellett volna neki melltartóra. A ház bejáratára olyan elektromos izét szereltek, amivel automatikusan ki lehetett nyitni a kapukat és kaputelefon is volt, amibe be lehetett mondani, hogy az illető kicsoda, és bemehete, és maga Rain Waters válaszolt. Na, 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 na! Nekem azért az volt az érzésem, amikor körbevezettek bennünket, hogy a ház nem valami nagyon ízléses. Összekeveredtek a különböző stílusú bútorok, kínai, meg régi angol, ugyanabban a szobában, és volt fedett uszoda, meg nyitott is, és mindenütt nyíllal átlőtt szívek dekorációnak is szeretlek, gyilmántokból kirakva mind a huszonnégy fürdőszobában. Minden szobában volt tévé, mindegyik valami másnak álcázva. Az egyik szobában például kandallónak, mert persze az egész házban központi fűtés volt, egy másik szobában pedig a készülék jó magasan a falon függött, körülötte képkeret néztük a műsort, aztán Howard előállt az egyik olyan meglepő megjegyzésével. Azt mondta, a pénzt, amit kapok, nem szabad semmiféle tartós cikkre költeni. Ha nyernék tíz millió fontot egy ilyen vetélkedőn, az csupa olyan holmira kéne költeni, ami a szó átvitt értelmében elégethető. Úgy értem átmeneti jellegű. Természetesen neked veszünk ruhákat, mert valami megfelelőt kell viselned a költekezéshez. Azoknak az időknek, amikor maradandó holmikat lehetett vásárolni, vége. És azt jól jegyezd meg magadnak. A pénzt fel kell élni, nem pedig megtakarítani. Dísztárgyakra, bútorokra vagy hasonlókra költeni. Hát én megértettem az álláspontját, bár Howard mindig büszke volt az otthonára, és én azt hittem, szívesen vett volna mondjuk új ebédlőbútot, lemezjátszót, vagy csak ugyan szép függönyöket az utcai szobába. De most már soha nem mondta, ha megnyerem a pénzt, a kerámia kacsák helyett valami jobbat akasztunk a falra. Howard furcsa módon megváltozott belülről, de azért én bíztam benne. Így közeledett a nagy nap és howard -a vetélkedő előestéjén is olyan magabiztos volt, mint mindvégig. Megkérte, hogy hallgassam ki Shakespeare drámáiból, kik a szereplők, mikor íródtak, stb. Én megfogtam a könyvet, és abból kérdezgettem. Mindegyikre tökéletesen válaszolt, még a szempillája se Aztán megint volt egy olyan furcsa kitörése. Azt mondta, Hát igen, mennyivel jobb lett volna akkor élni, és nem ma. Akkor még igazi húsvér emberek éltek, gallon itták a sört, és akkor még a sör erős volt. Nekem elhiheted? Lóháton közlekedtek a helyet, hogy a kormány mögött cigiztek volna. Nem olvasták azt a sok hazugságot és szemetet a déli windóban, és, és nem bámolták szájtátva minden este a tévét. És nem voltak poláris rakéták, meg a többi, csak tiszta, becsületes, egészséges élet. Hordószámra a száraz fehérbor, és a gyerekek felnéztek a szüleikre, és nem mocskolódtak, nem mondták rájuk, hogy begyepesedett, fafejű aggok, és amikor háború volt, mindenki részt vett benne, és rendesen karddal harcolt. Ömlött a vér, és tisztességesen, nyíltan nyisszantották le egymás fejét is, nem azokat írtották ki hidrogénbombával, meg ilyesmivel, akik senkinek se ártottak. És amikor énekeltek, tisztességes, rendes dalokat énekeltek, értelmes szöveggel, nem ilyen ocsmány szemetet, amit ma több millió lemezen adnak el a tinédzsereknek. Jó, mondta bár én egy szót sem szóltam. Mondhatod, hogy nem volt higiénia. Ők nem élvezhették a csomagolt kenyér áldásait, meg a nejlomba pakolt átlátszó, vékonyra szeletelt szalonnájét, és nem volt mosógép, meg központi fűtés, de akkor is jobb élet volt, mint az, amit most élünk. – Honnan tudod? – kérdeztem. – Nem éltél akkor? Hát honnan tudod? – Tudom! – ordította. Tudom, és kész! Olyan hangulatban volt, amikor nem lett volna értelme vitatkozni vele. A reáliskolában nem tanultuk Shakespeare-t, mert a tanárok azt mondták, nem tetszene nekünk, és csak unnánk. Soha nem próbálták ki, hogy unnánk-e vagy sem. De én láttam képeket azokból az időkből. Fodros kézelő, hosszú haj, szakál, mi egyéb az olyan emberek, mint Sir Walter Raleigh, meg Sir Francis Drake, úgy néztek ki, mint a jelmezbába öltözött bitnikek, és a férfiak fülbevalót is viseltek. Én valahogy úgy éreztem, hogy akkor minden olyan sötét volt, meg kegyetlen és nagyon büdös. Most meg Howard úgy ágál a régi idők mellett, mintha el akarná adni, akár a használt kocsikat. Nos, eljött az idő, és Hávárnak Londonba kellett utaznia. Persze szabad napot vett ki. Talán a főnöke azt hitte, ha Howard szerepel a tévében, az fellendíti az üzletét, így aztán nem akadékoskodott is, elengedte egy napra. Biztosak lehetnek benne, hogy én már jóval korábban elterjesztettem a dolgot az élelmiszer áruházban, és némelyik lakó a csillogó cipő közből már valósággal belebetegedett tanakodtunk, hogy vajon fel kellene mennem Howarddal, hogy benne legyek a műsorban. Csak úgy állnék mellette versenyezve azokkal a kicsicsázott lányokkal, akik a kérdéseket hozták, vitték, de végül úgy döntöttünk, jobb lesz, ha én otthon maradok és nézem. Úgy valahogy valóságosabb lesz az egész. Báru, 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 pido pú, báru, 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 pido Pú, 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 pí, ötödik fejezet és most most az amerikai vagy írazzal azzal a kihegyezett madárképével tapsoljuk Tapsoljuk meg a következő versenyzőnket versenyzőnket. tapsolni tapsolni a villanyorgonán valami indulót játszottak, és egy barna hajú nő vezetésével, akin mélyen kivágott ruha volt, meg nec harisnya egészen a fenekéig, mint a táncos nőknek, bevonult az én Howardom ünneplő öltönyében, nagyon komolyan, bár ehhez képest a nő úgy vigyorgott, hogy majd kiestek a fogai. Uzonna után elfogott a hányinger az izgalomtól. Úgy értem... Igazán rosszul lettem, és az utolsó falatig mindent kiadtam magamból. De egy kis pihenés után jobban éreztem magamat. Felmentem, nagyon gondosan kikészítettem az arcomat, felvettem a hától derékig kivágott fekete estei ruhámat, lejöttem, és egy darabig háttal a tűznek üldögéltem. Aztán egy jó órával, a dupla vagy semmi előtt. Melesleg azért adták neki ezt a címet, mert minden újabb kérdéssel dupla pénzt lehetett nyerni, de ha nem tudtak válaszolni semmit, bekapcsoltam a tévét. A szívem egy kicsit a torkomban dobogott. Mondjuk valami elromlik, például hirtelen kiég egy cső, éppen amikor elkezdődik a műsor. Mondjuk három szünet lesz. Mondjuk kiég egy biztosíték, és én képtelen vagyok megcsinálni az ilyesmi havár dolga. Kicsit haragudtam, amiért hávár nincs velem. Aztán rájöttem, hogy ez hülyeség. Egyébként, mint sejthetik, semmi nem romlott el. Akkor voltam a legbüszkébb, amikor a hírekben Harold macmillan Kennedy elnököt meg a többieket mutatták, aztán a Perzsa Sahot meg Eden Faith, és tudtam, hogy most Howard tulajdonképpen egyenrangú lett velük, mert ő is benne van a tévében. Howard volt a második. Az első versenyző egy hegyes álló öregasszony nagy büszkén elmondta, hogy ő 89, vagy mit tudom én, hány éves, és mindenáron táncolni akart, hogy a bugyogóját mutogassa. Persze a játékvezető rendes volt vele, és könnyű kérdéseket tett fel a főzésről, és segített neki, hogy jól válaszoljon. Aztán átölelte és megcsókolta, mire mindenki éjjenzett. Így aztán kicsit megnehezítették Howard dolgát, mert Howard komoly ember, és nem valószínű, hogy táncolni akar vagy vigyorogni, mint egy majom, és buta vicceket mondani. Na mindegy, én minden szóra emlékszem, ami azon az estén elhangzott. Először a játékvezető megkérdezte. Szabad a nevét, uram? Howard megmondta. Mire a játékvezető? Egy kicsit hangosabban kérem, erre Howard elszántan elordította magát, úgyhogy még a nippek is megzőrrentek a kandalló párkányon. Nős? Howard azt mondta, hogy igen. És mi a foglalkozása, uram? Howard közölte, hogy használt kocsikat árul, mire ki tudja miért, rettentően megtapsolták. A mai napig sem tudom, hogy miért. És a hobbiai? kérdezte a játékvezető. Howard pedig nagyon komolyan azt felelte, Nekem csak egy hobbim van, a feleségem. Ettől valósággal összedőlt a stúdió. A játékvezető tapsolt, vezényelt a többieknek, hogy éljenezzék meg Howardot, és én hülyén éreztem magam, bár azért büszke voltam. Nagyon reméltem, hogy mértől is nézi. Persze tudtam, hogy biztos nézi, ahogy anyus, meg apus is, és ami azt illeti az összes szomszédaink de Mirtől úgy is azt fogja mondani, hogy elfelejtette megnézni, vagy hogy neki meg Michaelnak egyelőre megbeszélt elfoglaltsága volt aznap, hogy valami ilyesmi. Én csak azt akartam, hogy Mirtől vallja be, hogy nézte, és ne tegyen úgy, mintha nem nézte volna. És azt akartam, hogy hallja, én vagyok Howard egyetlen hobbia. Aztán a játékvezető azt mondta, és mit kíván, miről kérdezzük Howard? Most már elhagyta az uramot, és úgy viselkedett, mintha puszipajtások lennének. Könyvekről, válaszolta Howard. A játékvezető szólította a nec harisnyás lányt, aki úgy mosolygott, mintha a műsor direkt az ő műsora volna. Aztán mondták neki, hogy hozza a kérdéseket a könyvekről. Szóval elkezdődött, és nekem úgy dobogott a szívem, hogy majd kiugrott a helyéből. Az első kérdés... Egy fontért, kezdte a játékvezető. Gondolom, udvariasabb volna, ha a név szerint írnék róla, hisz ő is annyira haverkodni akart. Leddy O'Neillnek hívták, pedig a Leddi tulajdonképpen kutya a név. Szóval Leddy azt mondta. Mit reggelizne szívesebben? Shakespeare-t vagy sót? Micsoda hülye kérdés? A közönség nem tudta mire vélni, én elpirultam, mert ez jellemző volt Howardra. De a játékvezető, illetve Leddi csak nevetett, és azt mondta, szándékosan buta kérdés, mert az első mindig az. Erre Howard szélesen elmosolyodott, és azt mondta, sót, feltéve, ha a tükörtojás is kerül alája. A közönségből senki nem értette, de Leddy foldoklott a nevetéstől, és azt mondta, Nagyon jó, igazán nagyon jó, persze, úgy érti, hogy a tükörtojás akkor jó, ha megsózzák. Kitűnő, és most két fontért felteszem a második kérdést. Melyik három nővér írt könyveket belnéven? Howard válaszolt. A Bronti nővérek, vagyis Charlotte Bronti 1816-tól 1855, Emily Bronti 1818-1848 és Anne Bronti 1820-1849. Önmagukat úgy értem, egyenként Bell-nek, Bellnek, bell Bellnek és Ecton Bellnek nevezték. Ettől persze mindenkinek tátva maradt a szája, még szegény lettének is úgy leesett az állam, mintha általában hirtelen meghalt volna. Ó, mondta, igaz, de nekem itt nincs is ennyi minden leírva. Ez mind igaz, mondta Howard. Nekem elhiheti, nagyon férfiasnak és magabiztosnak látszott. Hármas számú kérdés, mondta Leddi, négy fontért. Azzal úgy kezdte olvasni a kérdést, mint egy kisgyerek meg megakadt a szavaknál. Látszott, hogy nem sokat tud az egészről. De rendes volt, mert segítőkész is az embernek muszáj volt szeretnie. Én csak azt kívántam, bár Howard is egy kicsit helyesebb volna, ne olyan komoly és szigorú. Aztán, amíg a kérdésre várt, Howard hirtelen rám kacsintott, én meg mint egy hülye kacsintottam. Négy fontért, ismételte Leddy. A kérdésnek három része van. Mindegyikre helyesen kell válaszolnia. Nevezze meg a következő három 17. századbeli könyv szerzőjét: Hesperides, Religio, Medici, Tecsakordon. Nem tudom visszaadni, hogy ejtette ki ezeket a neveket. Tadogott meg belepicsaklott a nyelve, és a nézők kedvéért megpróbált viccet csinálni a dologból. Howard kiavította a kiejtését, majd azt mondta: A Hesperides Robert Herrick 1591-1674 világi költeményei, a Religio Medicsit, illetve egy doktorvallását Sir Thomas Brown írta 1605-től 1682-ig, a Tetrakordon a vállásról szól John Milton írta, Sovanyúan elmosolyodott, majd hozzátette. Bocsánat, élt 1608-tól 1674-ig. Most már látszott, hogy a közönség nem igen tudja eldönteni, hogy fogadja ezt az egészet. Mármint, hogy Howard olyan sokat tud, és túlságosan is könnyedén bőkik ki. A közönség azt szereti, ha valaki rosszul mond valamit, és segíteni kell neki, vagy egy kicsit lassan válaszol, nem úgy, mint Howard, aki magabiztosságában olyanokat is mondott, amit nem kérdeztek tőle, is. ez olyan látszatot keltett, mintha fel akarna vágni. Szerettem volna ezt oda kiabálni neki, de persze semmit nem tehettem, csak fecnékre téptem a zsebkendőmet a fogammal, és nyögdécseltem egy kicsit. Aztán Leddy O'Neill azt mondta, Tudja, Howard, komolyan nincs rá szükség, hogy megmondja nekünk ezeket a dátumokat átkarolta Howardot. Látszott, hogy csak ugyan nagyon rendes ember. Csodáljuk a tudását, és így tovább, Howard, de elég, ha a kérdésre válaszol, és nem mond többet, jó? Howard erre mosolygott, és a közönség elhatározta, hogy nagyon rendes lesz Howardhoz. Tapsoltak, meg éljeneztek. Tulajdonképpen a közönség nagyon furcsa egy dolog. Helyes, mondta Leddi, Nyolc fontért. Megköszörült a torkát. Meg kell mondania, ki a szerzője a következő verssoroknak. Felkészült? Aztán nagyon ünnepélyesen felolvasta az idézeteket. A zenétől a vad szív is megenyhül. William Congreve, mondta Howard, a gyászoló menyasszony című drámájából a becsületes ember Isten legnemesebb műve. Alexander Pop, felelte Howard, az embernek próbája. Kezdett monotonná válni. A diadal út is a sírhoz vezet. Thomas Gray elégia egy falusi temetőben. Aztán Lady O'Neill kicsit megrémisztette Howardot. Azt mondta, a forró aszfalton tojást sütöttem. Hávárd arca írtózatosan megnyúlt. Tessék, kérdezte. Nekem is elállt a szívverésem. Hávárd nem tudta. Leddy megismételte a versort. Hávárd majdnem elsírta magát. Nem tudja. Nem tudja. Megszólalt. Nem tudom. Persze, hogy nem, mondta Leddy. Honnan is tudhatná, amikor éppen most találtam ki? mire mindenki tombolni kezdett a nevetéstől és megkönnyebbüléstől, meg mit tudom én. Mert a kérdésnek csak három része volt, Howard mindegyikre jól válaszolt, és Leti csak meg akarta trépálni egy kicsit. És tulajdonképpen nem is volt rossz ötlet, mert Howard most már nem viselkedett olyan nagyképűen, mint korábban. Az én szegény okos Howardom. De nem is volt okos. Ő mindig is mondogatta, csak az a szegény agya fényképezgetett. Helyes, mondta Leddi. A következő kérdésért tizenhat font jár. Tessék! És jó nehéz is. Mi volt a két nagy tizennyolcadik századi irodalmi csalás, és kiknek a nevéhez fűződik? Csaterton és a Róli költemények, mondta Howard most már egész szerényen és megferszon volt az Oszián igazi szerzője. Helyes! kiáltotta Leddi, és a közönség éjjelzett. Most már mindenki nagyon jóban volt mindenkivel. Harminc két fontért, mondta Leddi, és láttam, hogy fél szemmel az órát figyeli. Mondja meg az elhunytak nevét, akiknek emlékére a következő verseket írták. Azzal eldarálta a címeket. In memoriam Lysidas, Edonis, Tersis. És Howard ugyanilyen gyorsan eldarálta a válaszokat. Hallem, Edward King, Keats, A. J. Clough. És a stúdió megint majdnem összeomlott. Minden félét a levegőbe dobáltak. A nagyszarisnyás odaadta Howardnak a pénzt, 32 fontot bankjegyekben, és még meg is puszilta. Néhány perc múlva folytatjuk, üvöltötte Ledionil. Aztán jöttek a reklámok. Úgy csinálták a műsort, hogy a második felében szerepeltettek még néhány embert. Aztán visszajött az, aki a 32 fontot nyerte, ezt a pénzt szabad volt megtartani, többé nem lehetett elveszíteni. És ha az illető indulni akart az úgynevezett főnyereményért, akkor válaszolnia kellett egy nehéz kérdésre. Ha erre az illető jól felelt, akkor a következő héten is szerepelhetett, hogy megpróbálja megnyerni az 500 fontot. Aztán az utána következő héten az 1000 fontot. Már pedig úgy nézett ki, hogy ha minden jól megy, Howard meg fogja nyerni. Hirtelen, amint elkezdődtek a reklámok, nagyon éhes lettem, mert marha és vesepástétom konzervet hirdettek, utána meg rizottó konzervet, meg mit tudom én így hát nagyon gyorsan csináltam magamnak egy szendvicset a töltött hús végéből, ami reggelről maradt, amikor útra való csomagoltam Howardnak. A húst egy kis mustárral betettem két vastag szelet kenyér közé. Kicsit furcsán nézhettem ki, amint ott ültem a teljes pompámban, ezzel a virdatlan nagy szendvicssel, de úgy se senki a reklámokban szereplőkön kívül. Aztán jött a dupla vagy semmi második része. Két vagy három nagyon unalmas alak, akik vagy négy vagy nyolc fonttal mentek el. Nem nagyon érdekeltek, aztán megint Howard következett. Amikor megjelent, hatalmas kitörő tapsal fogadták. És én nagyon büszke lettem. Valami emelvényfélére állították, amire reflektorokat irányítottak, és mindkét oldalán állt egy nec haisnyás lány, Gondoltam azért, hogy lesegítsék, és mindkettő megmutatta, ahány foga csak volt, és még sok minden egyebet is. Aztán nagy hűhóval behozták a borítékot, amiben a különleges kérdés volt, és ha erre hávár mint már mondtam, jól válaszol, akkor a jövő héten versenyezhet a 64-ért, aztán a 135-ért, 250-ért, majd 500 fontért. Így aztán a szívem a torkomban dobogott... Összekevered be a húsos szendvicssel, ráadásul a villanyorgonán is idegtépő zenét játszottak. Aztán Leddy O'Neill, és Leddy most már olyan volt, mint egy régi jó barát, kinyitotta a borítékot. Íme a kérdés, és ha jól válaszol rá, jövő héten indulhat a főnyereményért. Felkészült? Igen, minnyájan felkészültünk. Howard állt a reflektorfényben, pont úgy, mint egy szobor az ünneplőjében, borzasztó nyugisan, de azért látszott, hogy egy kicsit ideges, azért, mert olyan nagy szécót csináltak a dologból. – Helyes, mondta Leti, mondom. – Jól figyeljen. Azzal roppant ünnepélyesen felolvasta a kérdést. – Mintha templomban lettünk volna, azt mondta. Két példát kell mondani a tet-tet-tet-tetrológiára, tet, segített Howard. Tetrológiára, köszönöm, ma este valahogy nem illeszkedik a műfok sorom, mondta Leddy a közönségre kacsintva. Aztán megint nagyon komolyan mondta. Két példát a tetrológiára modern regényíróktól. Harminc másodpercet kap a válaszra mostantól fogva. Havard azonnal és nagyon tisztán válaszolt: Hát e, például az alexandriai négyes Lawrence Dürer-től és a Titjens Tetralógia Ford-Madox-Ford-tól. Mondanom sem kell, hogy jól válaszolt. De persze miért is ne el az egészet azzal, hogy nagyképűen tovább mondja? A modern költészetben megemlíthetem T.S. Eliot négy kvártetjét, de regényt mondott, ugye? De ezt már a közben mondta, hogy tapsoltak. Az ostoba csak arra nem jött rá, hogy ezek után nagyon megnehezítik majd a dolgát. Mostantól fogva a legnehezebb kérdéseket kapja, amiket az egyetemeken meg az ilyen helyeken dolgozó összes professzorok elő tudnak rángatni a szakállukból. Howard jól befűtött magának azzal, hogy a nagyképűségével képűségével elárulta, mennyire megvett mindenkit. Azért a műsornak azzal lett vége, hogy Howardot lesegítette az a két kicsi csázott vigyori lánya feneki égérő necharisnyában, és az emberek éjjeneztek, Leddy tátott szájjal tapsolt, és a villanyorgona valamint nagyon diadalittasat játszott, majdnem olyat, mint egy második nászinduló. És én nagyon büszke voltam. Báru, báru, bádu, pídu, pó, báru, báru, bádu, pídu, pó. pó, pó pídu, Hatodik fejezet Howard elérte a Houstonból induló kilenc óra ötös vonatot, és kora hajnalban ért haza, amikor én már rég ágyban voltam, és annyira álmos, hogy azon kívül, hogy nagyon büszke vagyok rá, meg hogy Legközelebb ne vágjon fel annyira, nem igen tudtam mit mondani. Erre nagyon megsértődött, és még hosszasan vitatkozni akart, de mondtam, hogy feküdjön le, mire lefeküdt, de előbb még megmutatta a 32 fontot, amit nyert. Mondtam, hogy egyáltalán nem különböznek más bankjegyektől, feküdjön már le, reggel majd beszélgetünk. Így aztán lefeküdt, és én rögtön megmelegedtem. Ha nem volna más oka a férhez menésre, ez is elég volna. Mármint, hogy az ember nem fázik az ágyban. Reggel mind a ketten egy kicsit fáradtak voltunk, de a szokott időben felkeltünk. Megreggeliztünk, és Howard mindent elmesélt. Hogy milyen volt a TV stúdióban, hogy mászkálnak ide-oda a kamerák a kicsi piros szemükkel, és hogy mindenki milyen nagyon kedves volt. Mire én azt mondtam neki, hogy te csak vigyázz, fiam, ne légy olyan felvágós, meg minden tudó, amilyen voltál. Muszáj volt elismernie, hogy felvágott, de azt mondta, főleg idegességében tette. Így aztán bementünk dolgozni, és persze az élelmiszeráruházban mindenkinek volt valami megjegyzése az előző estére. A pimaszabbak mind velem értettek egyet, bár én persze előttük nem ismertem be, mint hogy Howard megjátszotta magát. Howard ragaszkodott hozzá, hogy este menjünk el szórakozni a használt autótelep egyik kocsiával, kicsit kicsitben magunkat, és ünnepésképpen költsük el a 32 font egy részét. Meg is tettük. És amikor megvacsoráztunk a zöld törpében, Wilbridge közelében, Kicsit sokat ittunk, aminek tulajdonképpen az lett a következménye, hogy Howard elveszítette az állását a használt autótelepen. Howard jól vezetett. A katonaságnál valami ezredesnek vagy kinek a sofőrje volt, de egy kicsit felvágott a tudományával, akár a vetélkedőben, is néha óvatlan volt. Az történt, hogy a Bentlit egyenesen nekivezette egy falnak, éppen amikor fennbeértünk, bár meg kell adni, hogy nem egészen az ő hibája volt. Egy másik kocsi és aki azt vezette, az tényleg részeg volt. Rohamba jött Pelhemből kifelé, ide-oda cikázva az úton, Howard pedig félrerántotta a kormányt, hogy kikerülje, és túlkorrigálta, vagy micsoda, és akkor a kocsi egyenesen neki ment a falnak, bár majdnem sikerült idejében lefékeznie, vagy valami ilyesmi. A két reflektor összetört, a motorház teteje is berepett, és ez a Bentley bár használt volt, mint a telepen minden kocsi, egy kicsit újabb volt, mint a legtöbb, és állítólag mindenki nagyon büszke volt rá, különösen az öreg vác, Howard főnöke. Na, képzelhetik, másnap jó kis balhé volt a használt telepen, különösen azért, és ez csak rontott a helyzeten mert az ital meg minden miatt elfelejtettük beállítani a vekkert, és mind a ketten egy kicsit későn ébredtünk. Nekem még ráadásul a fejem is hasogatott. hávár gyalogszerrel jött haza ebédelni, és nem az egyik használt kocsival a hirdetéssel a tetején, amint szokása volt, majd elmondta, hogy a hétvégén kilép, és az ördög vigye az öreg vácot. Mi történt? kérdeztem. Hát, mondta Howard, amikor beértem, mondtam, hogy nagyon sajnálok mindent, megfizetem a kárt, és így tovább, de az öreg vác nagyon begurult. Azt hiszem, leginkább az írítségtől, amiért én a tévében szerepeltem. Mindegy. Szóval azt mondta, éppen tudni akarom, egyáltalán nincs megelégedve a munkámmal, és azt állította, hogy az üzlet csődbe megy, amiért én túl becsületes vagyok a vevőkkel megmondom, hogy mire vigyázzanak meg, hogyha nincsenek megelégedve, hozzák vissza a kocsit, és így tovább. És mielőtt még észbe kaptunk volna, hatalmas veszekedés kerekedett a dologból. Én meg, mivel, hogy kicsit kába volt a fejem, meg rossz ízű a szám, jó alaposan megmondtam neki a magamét. Megmondtam Bácnak, mit csináljon a rohadt, undorító üzletével, a csalással és a becstelenséggel. Ő meg azt mondta, nagyon nagy lett a szám. És hogy jön ahhoz egy dolgozó ember, mint én, hogy könyveket olvasson, és tudós kérdésekre válaszoljon a tévében. Így aztán megmondtam neki, hogy tanulatlan öreg bunkó, aki csak arra tud gondolni, hogy bestelenül nyerészkedjen meg, talán arra, hogy a kislányok után mászkáljon sötét sikátorokban, ami egyébként igaz. Mire ő azt mondta, beperel rágalmazásért, becsületsértésért, meg mit tudom én. Aztán egy kicsit lehiggadtunk. Bár tudta, hogy én sok igazságot mondtam, én meg csak megsajnáltam egy kicsit a ronda öreg bunkót, így megegyeztünk, hogy dolgozom a hétvégéig, akkor kilépek. Szóval ennyit a használt autó telepről, bár legalábbis ami engem illet. Na és mihez kezdesz? kérdeztem én. Ráérek mondta Havard az ő nagyon nyugodt modorában. Jövő héten megint lesz vetélkedő, meg az az utáni héten is. Készülnöm kell rájuk. Tulajdonképpen jól is jön egy kis szabadidő. Egyik másik kérdés nagyon rázós volt. Lehet, hogy nem jut túl a főnyeremény első fordulóján, mondtam. Lehet, hogy a jövő héten kiesel, és ott maradsz a harminckét fontoddal, vagy annyival se, mondtam, a tegnapi este miatt. Az az érzésem, mondta Howard abban a nagyon profetikus modorában, hogy nem kell többet idegeskednünk, hogy megnyerem ezt a pénzt, és még sokkal többet. Ha akarod, felmondhatsz az élelmiszer áruházban most, azonnal. Semmi szükség nem lesz rá, hogy bármelyikünk is dolgozzon. Megőrültél, mondtam én még ha megnyered is az ezer fontot, az sem tart örökké, igaz? És különben is, nem vagyok benne biztos, hogy fel akarok mondani. Szeretek ott lenni. Emberekkel találkozom, plegykálunk egy kicsit, és különben is oda kéne járnom bevásárolni. Nekem az egy darabka élet, egy darabka a külvilágból. Hát, mondta Howard, nem is lennél boldog velem, ha csak mi ketten lennénk. Amikor ezt mondta, éppen olyan képet vágott, mint a kutya, amelyik szeretetért pitizik. Mire én? Jaj, dehogy nem, de az embereket akkor se szabad elmarni, érted, ugye? Úgy értem, az élet azért megy tovább. Nagyon fura volt ez az egész. Látszólag Hávárdot mindenféle érdekelte, holott valójában csak az a fényképező agya működött. Tulajdonképpen csak az volt neki a fontos, hogy velem lehessen. Igazat mondott a tévében is, hogy én vagyok az egyetlen hobbija. Soha nem járt futball meg boxmeccsre, sem az új tekepályára, mint más férfiak. Egyedül még a kocsmába sem ment el. Mindig velem akart lenni. Hát ez nagyon hízelgő volt. És én örültem, ahogy minden nőnek örülnie kellett volna az én helyemben. De én még soha senki olyat nem ismertem, mint Howard, és néha egy egész kicsikét megijesztett. Néha olyan izzóan szerelmes szemmel nézett rám. De aztán az is eszembe jutott, hogy ebben a pocsék esős időben milyen jó is volna, ha folyton együtt lehetnénk, zárt ajtók mögött miközben mindkét földszinti szobában jó nagy tűz ég, mint karácsonykor. Odakint a világban meg mindenki dolgozik, és mi a zene munka közben hallgatjuk. Aztán a Mrs. Dél naplóját, az eső csapkodja az ablakot, de a ház meleg és barátságos. Azért az élet másik oldalára is gondolni kellett. Mármint arra, hogy milyen is az Emberekkel találkozni, beszélgetni, kirakatot nézni, meg amikor felfel nevetünk munka közben, és nyüzsögnek körülöttünk a vevők a drótkosaraikkal. Az életnek mindig két oldala van, és én mindenkinek csak azt mondhatom, hogy erről nem szabad megfeledkezni. A következő hét nagyon furcsa volt. Én dolgozni jártam, Howard meg otthon maradt. Nem tagadom, hogy az én dolgomat alaposan megkönnyítette, mert ez az igazság. Hávár tudott főzni már, hogy a férfiak tudnak, de azért az étel mindig forró volt, és mindent rendesen átsütött. Sőt, a kolbászt például majdnem feketére sütötte, és nagyon tisztán mosogatott. A porszívóval is nagyon alaposan bánt, és nagyon ráment a pókhálókra, meg általában a porra de én majdnem elsírtam magam, mert amint meghallotta, hogy a kulcsot a zárba dugom, az én egyik fodros kötényemben az ajtóhoz jött, hogy fogadjon, a konyha csupa füst, ha zsírban sütött valamit, már pedig általában sütött. Howard mindig nagyon boldogan és szeretettel várta, amikor hazamentem. Aztán eljött a csütörtök, és Howardnak fel kellett mennie Londonba, hogy a főnyereményért versengjen, Továbbra is nagyon magabiztos volt, készen arra, hogy mindenkinek megmutassa. Tulajdonképpen ő azért egy kicsit több annál, sem hogy használt kocsikat áruljon. Hát este lett, és én ott ültem a tévé előtt a fekete estéi ruhámban. Csináltam előre néhány eléggé könnyű szendvicset, meg volt egy üveg angol serri is, de vártam, amíg megnyugszom egy kicsit, és nem akarok mindent kihányni meg a bejárati ajtót is bezártam, és elhatároztam, hogy ha valaki bekopog, úgy teszek, mintha senki nem volna otthon. Valamelyik szomszéd még beállítana azzal, hogy elromlott a tévén, kedves, és nem akartuk elmulasztani a férjecskéjét. Hát ide jöttünk, hogy magával együtt nézzük. Igazából pedig azt remélték volna, hogy Howard mindent elfuserál. És akkor milyen jó lesz nekik. Hízhat a májuk, hogy én csalódott vagyok. Ami igazán természetes lett volna. Na mindegy. A szíve ugrált, és majd a szőnyegre potyant, amikor a dupla vagy semmi bejött a képen. Valami zavart, talán egy kocsi, úgyhogy a képernyő egész morzsás lett, és hangosan sisterget, így aztán éppen úgy káromkodtam, ahogyan Howard tette volna az én helyemben. De nem sokára minden rendbe jött. Az első részben a szokásos ostoba népség szerepelt. Egy banktisztviselőt kivéve, aki egész sokat tudott a modern jazzről, és tovább juthatott volna. De az volt a szabály, hogy senki nem mehet tovább, amíg valaki más versenyzik. És ez a valaki más ebben az esetben Howard volt. Aztán jöttek a hirdetések, én ettem egy pár szendvicset, Leöblítettem az angol serrivel, és amikor láttam, hogy Howard besétál a képbe, tulajdonképpen egész nyugodt voltam. Howard nagyon magabiztosnak látszott, és a hatalmas tapsot méltóság teljes meghajlás félével fogadta. Aztán berakták a nagy üvegajtós kalitkába, ő felrakta a fülhallgatót, és ott volt a nagy óra is, készen arra, hogy ketyegni kezdjen. Aztán Lady O'Neill, aki most már tényleg olyan volt, mint egy nagyon régi barát, kérte a főnyeremény kérdéseit, és a barna hajú, aki ezen a héten testszínű harisnyát viselt, fülig vigyorogva behozta őket. Leddi nagyon ünnepélyesen mondta. Lássuk tehát a kérdést négy fontért. Megköszörülte a torkát, és az ember szinte hallotta, hogy a nézők gyorsan és idegesen veszik a lélegzetet. Bár semmilyen más hangot nem lehetett hallani, amikor azt mondta, sorolja fel négy könyv címét, melyben szerepel az aranyszó, és jelölje meg szerzőjüket is. Érti? Howard azt mondta, igen. Helyes, mondta Leddy. Harminc másodperc. Most. És Howard mondta. Lósius Apuleus az már. Sir James Fraser az aranyág, Henry James az aranycsésze, és, 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 és rettentő volt látnia, hogy Howard kétségbe esetten töri a fejét, az óra meg csak ketyeg. És, mondta Howard, Longfellow az aranylegenda. Persze mindenki őrjönkbe betapsolt. Howard meg csak mondta tovább vagy az aranykor kenedgrehentől, vagy az aranynyil Méri webtől, vagy az arany, de belé a szót, és Leddi megkérdezte tőle, hogy akar-e tovább versenyezni a 125 fontos kérdésért. Akart. Ezúttal azt mondták neki, várnia kell 30 másodpercig, mielőtt válaszol. Aztán Leddi O'Neill. Felsorolom bizonyos szerzők valódi nevét. A 125 fontért meg kell mondania írói álnevüket. Rendben. Rendben. Aztán elsorolta ezeket a neveket, és mondanom se kell, hogy életemben nem hallottam róluk. Öt volt. Leddi kétszer is elsoroltam mind az ötöt, és Havárnak a fejében kellett tartania ezeket a neveket, amíg a harminc másodperc letelt. A harminc másodperc örökké valóságnak tűnt, és nem sokat segített azt se, hogy a villanyorgona olyan kísérteti zenét játszott, amíg Howardnak a válaszon kellett gondolkodnia. De aztán Howard vidáman és magabiztosan kivágta, mintha mi se történt volna. Armandin Aurore Lucille Dupint George Sandként ismerték. Marianne Cross George Eliot volt, Charles Lamb Éliának nevezte magát, Eric Blair George Orwell néven írt, és elfelejtettem az ötödiket. Ajaj, ajaj! Rémes pillanat volt, mert nem volt szabad még egyszer megmondani neki a nevet, amit nagyon igazságtalannak tartottam. Bár éppen a szőnyegre akartam hányni, amikor eszébe jutott, és megmondta. Ja, igen, és az volt az érzésem, hogy csak úgy tett, mintha elfelejtette volna. Samuel Clemens Mark Twain néven írt. Hát, a taps után már a 250 fontért válaszolt, és hiába is szerettem volna összeesni, mint a mosogató mert hátra volt még az 500 fontos kérdés is. Éppen elég egy hétre. Szóval feltették a következő kérdést, és amennyit én értettem belőle, attól akár görögül is lehetett volna. A kérdés három részből áll. Mely regényekben szerepelnek a következő alakok? Az első, Glossin. Scott Guy Manneringében, felelte Howard. Imlek, Dr. Johnson, Rasselas. Denzel Ravenshaw, és ahogy kimondta, már abból is látszott, hogy ez rázós. De Howard tudta. Könnyű. Henry Kingsley azonos című regényében a Ravensóban. ban Őszintén szólva, mint maguk is láthatják, Howard csak ugyan óriási volt. És rajtam kívül csak nagyon kevesen tudták, az biztos, hogy a TV stúdióban senki, hogy szegény Howard mindezt az ő fényképező agyának köszönhette. Amikor aztán abba maradt a taps, és Hávártól megkérdezték, hogy akar-e válaszolni az 500 fontért, ő meg azt mondta, igen, az embernek olyan érzése támad, hogy most élesítik a fejszét. Aztán bejött az a két lány, most nem motogatták a lábukat, hanem szoknyát viseltek, mintha egy olyan ünnepélyes alkalomhoz nem illene, hogy a lábukat mutogassák. Semmi dolguk nem volt, csak megálltak a kalitka két oldalán, ahova Howardot tulajdonképpen bezárták, mint valami kiállított tárgyat, és ezúttal nem vigyorogtak, hanem nagyon komoly képet vágtak. Aztán Leddy O'Neill kezébe vette az 500 fontot érő kérdést, köhögött, és abból már sejteni lehetett, hogy ez aztán írtó nehéz lesz. De aki átmondott, mondjon bét is, és én is azt mondtam, inkább beszítsen Howard. De akkor se ijedjen be, és ne fogadja el a 250 fontot. És ha ez is sikerül neki, azt akarom, hogy csinálja végig. Aztán jött a kérdés. Mely királyi szerző tollából származó költeményről? kérdezte Leddi. Írt hosszasan ször W. A. Craigie, az eszék és tanulmányok az angol társaság tagjainak tollából 24. kötetében. Rázós kérdés, mondta Howard. Valóban az. Az egyetlen fontos költemény király tollából a király Első Jakab Skót király írta 1423-24-ben, angliai fogsága alatt, nagyjából házassága idején, amelyet, de többet nem lehetett hallani, mert Lady O'Neill elkezdett fel alá ugrálni. Helyes, helyes, kiabálta, a közönség tombolt, aztán vége lett a műsornak, és rám meg egy heti kínszenvedés várt az ezer fontig, mert nagyon is jól tudtam, hogy Howard nem fogadja el az ötszáz fontot, hanem indul az ezer fontért, amiért én csodáltam őt, és szerettem de egy kicsit meg is voltam rémülve, bár nem tudtam volna pontosan megmagyarázni, hogy miért. Báru, 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 pídu, pú, báru, 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 pídu,